Üdvözlöm Önöket! Egy hét múlva karácsony, úgyhogy ezzel kapcsolatban feltétlenül lesz majd filmajánlatunk az Önök számára. De hogy mi lesz még az adásban, hadd ne áruljam el, inkább csak nézzenek minket, ahogy egész évben tették, ma is sok-sok meglepetéssel készültünk, mert tudják, ez a Svenk, én pedig Zavaros Eszter vagyok. 10 hete játsszák a mozik, több mint 16 ezeren látták, és az Inkubátor program harmadik legnézettebb filmje. Ez a Magasságok és mélységek. Reggelente, amikor felébredek, mindig abban reménykedem, hogy csak egy rémálom volt ez az egész. Amikor elkezdtük készíteni, és kitűztünk magunk elé egy nézőszám célt, akkor az lebegett a lelki szemeink előtt, hogy milyen jó lenne legalább egy 8000-et teljesíteni, mert akkor Sterzer Hildának, akiről a film is szól, tulajdonképpen az első 8000-es hegymászását mi is elérnénk. De aztán igazából Hilda két 8000-est is megmászott a hegymászó karrierje során, és amikor elértük mi a 8000-es nézőszámot, gondoltuk, hogy hát akkor menjünk tovább, és aztán meg is lett, hál' Istennek, a második 8000-es is, ami már egy 16000-es nézőszámot jelent, és szerencsére azóta se állt meg a film, úgyhogy most már 18000 fölött járunk. Ez egy nagyon szép szám, hogyha inkubátor filmeket veszünk alapul. Tudtommal az inkubátor története során két film készült, a Szilágyi Zsófinak az Egy nap című filmje, illetve Hartung Attilának a FOMO című filmje, ami ennél nagyobb nézőszámot produkált. Az iskolából hívtak, hogy menjünk be. Valami lányról van szó, akivel együtt bulisztál péntek este, most meg eltűnt. Kicsoda? Lilla. Mond valamit? Persze az ember mindig azt gondolja, hogy minél nagyobb és nézőszáma legyen, hogy minél több emberhez eljusson. A realitás talaján állva azért azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy jó eredmény. Szóval erről van szó. Vissza akarsz menni? Azt érezném, hogy visszakaptam az életem. Azt gondolom, hogy a filmnek a legfontosabb hívószava Erős Zsolt neve, és az ő öröksége, illetve az ő eredményei, illetve az ő karaktere, amit nagyon sokan követtek, és nagyon sokan példaképként tekintenek rá. Az ő neve mindenképpen hívószó a film esetében, és szerencsére jó kritikákat kaptunk szakmailag, illetve nézői visszajelzések is nagyon pozitívak voltak. Én azt gondolom, hogy ez is viszi a hírét a filmnek, és egy kicsit talán az is benne lehet a sikerében, hogy egy korábban tabúsított témát vesz alapul, tesz a fókuszba, valami olyanról beszél, ami mindannyiunk életében egy nagyon fontos és elkerülhetetlen dolog, a halállal való találkozás, a veszteség, a gyász érzése, és azt hiszem, az embereknek szükségük van arra, hogy erről kommunikáljunk, illetve igénye is van rá, és a film ezt képes, ezt a hiányt pótolni. Azt hiszem, a pozitív kritikák elsősorban Pál Emőke, vagyis a főszereplőnknek, egy kolozsvári színésznőnek a játékát emelik ki. Az, hogy mennyire hitelesen, mennyire érzelemgazdagon tudja eljátszani Sterzer Hildát, mennyire érzelemgazdagon tudja megjeleníteni a férje elvesztését, Erős Zsolt elvesztését a történetben, illetve hogy hogyan próbálnak a kislányával, akit Nagy Enikő játszik, szintén hál' Istennek megsüvegezi a kritika. Tehát, hogy hogyan tudnak együtt túllendülni a fájdalmon, megbirkózni a veszteség érzésével. De ugyanúgy Trill Zsolt is nagyon pozitív kritikákat kap, tehát azt tudom mondani, hogy a szereplőgárda, a színészek nagyon magas színvonalon teljesítettek. És amit még méltattak, az a témához való érzékeny hozzányúlás, hogy merünk róla beszélni, hogy egy fontos témáról van szó, ami egy missziót lát el, hogy a veszteségen átesett embereknek segítséget nyújtson. És szerencsére Tóth Levente, a film operatőre is nagyon pozitív visszajelzéseket kap. Több helyen elhangzik az, hogy habár kisköltségvetésű inkubátor film, mégis nemzetközi színvonalon lett vizuálisan elkészítve. Ez természetesen Sümegi Klaudiának és Topolánszky Tamásnak is, akik a film producerei, az ő érdemeik is, ugyanis ők szereztek még plusz pénzt a film elkészítéséhez, és ők tudtak úgy behúzni szponzorokat a film mögé, hogy a lehető legjobb módon és legjobb minőségben készülhessen el. Zsolt most már örökre ott marad fenn. De magának le kell jönnie a hegyről. Hadd ajánljuk a figyelmünkbe egy újabb filmpremiért. A két ünnep között debütál az Aranybulla történelmi sorozat, aminek a forgatásán mi is ott voltunk. Egy óriási, grandiózus szuperprodukcióról van szó, úgyhogy érdemes lesz majd megnézni.
Vigyázz velem, veszélyes vagyok. Az aranybulla. Készüljetek. Már csak jó királyunk áll az utunkba. Amit először éreztem ugye az aranybulla produkcióval kapcsolatban, hogy a történelem órán azt tanultuk, és talán ezt mondhatom általánosságban, hogy 1222. Tehát egy évszámot tud mindenki, és azt gondolom, hogy ez az egyetlen évszám, amit talán mindenki tud és ismer, és ennek a sorozatnak, ugye ez egy négy részes sorozat, tévéfilm sorozat, az a különlegessége, hogy megtudjuk az aranybullának az előzményeit, megtudjuk András királyról ugye az életét, a gyermekeit, Gertrúdot, tehát a bánk-bánék vonalát, amit ugye a magyar irodalomban tanultunk. Muszáj, hogy legyenek ilyen történelmi filmek, mert ezeken keresztül tudunk meg dolgokat. Nagyon kevesen veszünk elő könyvet és olvassuk el. Alig várjuk, hogy túl legyünk az iskolai történelem órákon, így meg hát, ha közelebb kerül az emberekhez. Szerintem nagyon nagy hiánypótló, hogy nagy-nagy történelmi személyiségeinket, királyainkat és az ő életüket megfilmesítsék. Ez hiánypótló, ez mindenképpen üdvözlendő, és nagyon remélem, hogy egy igen jelentős sorozat első lépéseinél vagyunk most. A technikai eszközök is, amit választottam én ehhez, olyan objektívek, amik több mint 40 éves objektívek, és egy olyan lágy képi világot szeretnék megvalósítani, ami a mai divatos objektíveknek egy picit ellentmond, tehát nem lesz éles a kép, nem lesz nagyon világos, nem lesz olyan amerikai, viszont egy egyedi, leggondolt képi világot szeretnénk megvalósítani a stávunkkal. De ugye mi itt a forgatáson olyan képet látunk, ami körülbelül már ugye a végleges fényeléshez közeli hangulat, mert én eleve azt szeretem, hogy úgy világítani, és a forgatáson is a rendező, producertársaim is lássák azt a hangulatot, amit én elképzeltem ehhez. De természetesen a fényelésben lesz még rá lehetőségünk, hogy ezen módosítsunk, és lehet, hogy egy színesebb világ lesz, de mindenképpen egy kicsit hideg világ, mert számomra a középkornak ez a része egy picit hidegebb, kicsit ilyen ültetett, laposabb világ, amit én ezzel a filmmel kapcsolatban érzek. Mindemellett megtartjuk a méltóságát ennek a témának. Minden forgatás kihívás. Abban az időben nem lehetett egyszerű a harcosoknak, meg úgy általában az élet, de a harcosoknak különösnek lehet. Ezzel a cuccal felszállni alóra, meg leszállni nem egyszerű. Ugye nincs rajtam most a kard, a tőr, tehát egy csomó minden van még itt rajtam. Úgyhogy megdolgoztatja az ember, de hát ez ezért szép. Őseid elvették, ami járt nekik. És te? Segítünk, harcolunk, gyógyítunk, de legfőképp harcolunk. Tökéletes a stáb, nagyon örülök sok régi arcnak, akivel jó pár, valakivel már évtizedekkel ezelőtt is forgattunk bizonyos filmekben. Külön örülök annak, hogy ilyen különleges helyszínekre, forgatási helyszínekre betekinthettem. Nem is jártam még ezen a helyszínen, és egyébként is ahová eljutottunk. Különösen ahol kezdtünk, a Jáki templomban, ami valóságos, nem épített díszlet volt, az is egy külön élmény volt, úgyhogy túl ezen, hogy nagyszerű kollégákkal is lehet találkozni, színészekkel is gondolok természetesen, és a stáb tagjaira is. A tény maga az, hogy történelmi filmet forgathat egy magyar színész, szerintem ez most nagyon fontos. Romantikus filmekhez vonzódó lelkemnek nagyon jó esett, amikor az egyik forgatási helyszínen 30-40 lovas kaszkadőr bejött történelmi jelmezekbe öltözve. Hát rögtön egy ilyen játszótéren éreztem magamat, tehát nekem ez szenzáció volt. Mindent megteszünk azért, hogy magyar stábtagokkal szívét, lelkét beleteszi mindenki az alkotásba, és a lehetőségeinkhez képest olyan produkciót adjunk ki a kezünkből, amit, hogyha megnéz a néző, akkor remélhetőleg mindenki büszke lehet rá. Szövetséget ajánl! A korona és a szabad magyar! Mi közöttek? Mit merészeltek? Krisztus nevében! Igazán hiteles lett a Larry című film, ez többek között annak is köszönhető, hogy pszichiáterrel dolgoztak együtt az alkotók. Mi kikértük egy pszichológus véleményét a film által felvetett kérdésekről. Délután nem kizárt egy zivatar. Még egyszer, zivatar. Zivatar volt.
Torkolom az istenemás, és te ne vagy defenőrök. Szívok, lecsukom magamat, basszus szájában vergődök. Abban a szerencsés helyzetem voltam, hogy már a premier előtt meg tudtam nézni a Larry című filmet, és tényleg nagyon-nagyon-nagyon tetszett. Most a színészi alakítások is persze, de nem ez volt nekem a kulcs, hanem a nem színészi alakítások, mert hogy nagyon-nagyon sok amatőr, meg Budapestről nézve ismeretlen ember játszott benne, és a Vilmányi Benedet érezhetően nagyon értette, hogy mit jelent dadogni, meg mit nem jelent dadogni. És amire még nagyon nagy figyelmet fordítottak a filmkészítői, az az, hogy a Budapest és vidék és a vidéki szegénységet nagyon szépen mutatták meg. Nem volt nyomasztó, nem volt ilyen katasztrofa turista érzés az embernek, hanem úgy láttuk vidéki magyarságot, úgy láttuk a vidéki életet, ahogy Vilmányi Benedet, illetve az által játszott karakter is látta, és mert ő nem volt előítetes, ezért mi se lettünk előítetesek, hanem elhittük azt a világot, amiben ő él. Tehát én még dokumentumfilmen kívül, tehát játékfilmben ilyen szépen, érzékenyen, empatikusan, normálisan mutatni a szegénységet nem láttam. Ez tényleg lenyűgöző volt. És azt, hogy egy színész, vagy bárki ilyen szinten érti, hogy mit jelent a dadogás, vagy mit jelent egy abuzív apa mellett felnőni, vagy így érti valaki, hogy milyen abuzívnak lenni, és alkoholistának lenni, és abból tünetmentesnek lenni egy ideig, vagy néha visszaesni, szóval ez tényleg... Tehát csak szuperlatívuszokban lehet erről a filmről beszélni. Na, jó van. A dadogás legtöbbször azért pszichés háttérrel vezethető vissza, vagy valami trauma, vagy egy egyszeri trauma, vagy hosszabb időn keresztül fennálló trauma. Lehet szorongás a háttérben, nagyon sok minden lehet, nem mindig tudjuk feltétlenül, hogy mi van, amit a filmben elhangzik, talán ennyi spoiler belefér, hogy ezt ő eltanulta valakitől, ez egy kamu. Ezzel akartak neki könnyíteni a történet szerint, de igazából ilyen nincs, hogy valaki a dadogás megtanulja, mindig valamilyen, a legtöbbször valamilyen lelki háttér van mögötte. Ez abszolút látszik, hogy bevontak szakértőket a film készítéséhez. Itt két nevet szeretnék akkor kiemelni, az egyik az a Bánki György pszichiáter neve, aki talán ismerős így a laikusok számára is, és elég sokat szólal meg az utóbbi időben, és nagyon jó szakembernek tartom, és a másik név az Bódis Krista, aki szintén pszichológus, de nem ebben a minőségében működik sokat, hanem az ózdi, hétesi cigánytelepen dolgozott évtizedeken keresztül, és tudom, hogy őt is bevonták ebben a filmbe, vagy ennek a filmnek az elkészítéséhez, és nagyon érződik. Szóval, hogy nem csak az történt itt, hogy ő érti, hogy mi történik ott, hanem a rendező is, meg a vágó is, meg mindenki érteni akarta, hogy itt mi történik, tehát hogy tényleg bemutatták az ottani életet. Azzal ajánlanám, hogy aki ezt megnézi, az Magyarországot fogja kapni. Tehát ebben benne van minden, és megmutatja azt, hogy milyen pontokon lehet összekötni a magyar társadalmat, és milyen pontokon nagyon nehéz összekötni a magyar társadalmat. Érzékenységet kap, szociális érzékenységet kap, megértést kap, izgulást kap, zenei élményeket kap, szorongást kap. Én néha féltem is egy picit, féltettem a főszereplőt egy picit, és nagyon sok meghatódást, meg humort, meg szépséget kap, akár természeti szépséget, mert miközben Ózd, meg az egész Borsod nagyon nehéz körülmények között, tehát az ott élők nagyon nehéz körülmények között kell, hogy igyenek, közben egy gyönyörű szép környék ez, hegyekkel, dombokkal, zöldekkel, tényleg nagyon-nagyon szép. És amit még nagyon szépen megmutat a film, szerintem az, ami sokszor egy BKK-val vagy BKV-vel megáldott városban nehéz elképzelni, hogy akinek nincsen pénze, az gyalogol nagyon sokat. Munkahely és lakás között, egyik ingatlanból a másik ingatlanba, sokat, mezőkön át, erdőkön át menetel, mert nincsen valánbusz, vagy ha van, akkor nincsen rá pénze. Nem fog menni. Menni fog. Nem tudsz te. Nem tudsz fogunk semmit. Kiúltam a geci barát, csak az ember. Épp leszek, épp sem leszek, épp látosam leszek, épp leszek, épp sem leszek, épp látosam leszek, épp leszek, épp sem leszek, épp látosam leszek, épp látosam leszek, épp. Hadd ajánljak Önöknek egy igazán különleges filmet az ünnepi időszakra, a Nagy Karácsonyt.
Tavaly debütált a mozikban, és ez volt az első karácsonyi témájú magyar film. Több mint 130 ezeren látták, és elsőprös sikert aratott. A tériszonyos tűzoltó története tele humorral és romantikával igazi kikapcsolódás lesz. Idén karácsonykor érkezik a férfi, kinek nyomában a tűz kialszik. De a női szívek lángra kapnak. Előbb lesz belőlem filmszer, mint ebből a gyökérből tűzoltó. A fejlesztés során mi azért folyamatosan arról beszéltünk, hogy az a minimális elvárásunk magunk felé, hogy ez egy 100 000-es nézőszámú film legyen. Ha a bevételt nézzük, az alapján a Nagy karácsony az elmúlt két év legjobban teljesítő magyar filmje. Az elmúlt években mindig egy ilyen 2-300 000-es nézettségű karácsonyi romantikus filmet terveztünk, és most a Covid közbeszólt, és így csak egy 130 000-es sikerfilm lett, ami nagyon jól tudjuk, hogy egy kimagasló eredmény. Legyen ez az ünnep. Bátor. Biztos, hogy tűzolt? Én segítsek magamnak. Önzetlen. Azt mondjátok, ingyen volt, megkapjátok fél ára. Egy dolgot tudtunk, hogy mi egy olyan filmet szeretnénk csinálni, aminek intelligens humora van. Ez is nagyképűen hangozhat, de hogy alapvetően nem egy gatyaletolós, tércsapkodós, szexista poénokkal teli filmet akartunk, hanem egy olyat, amin az intelligens néző nevet és értékeli azokat, akár a rejtett vagy bújtatott poénokat. Egyszerűen a karácsonyi vígjáték vagy a karácsonyi romantikus film az egy önálló műfaj. Főleg az angol száz országokban a karácsonyi film egy önálló műfaj, de egyébként a környező országokban is van hagyománya. Az olaszoknál úgy hívják, hogy Cinepanettone, tehát hogy van az olaszoknál is külön karácsonyi film, mint műfaj, és nekem ez tetszett meg nagyon, hogy egy nagyon komplex műfaj, amiben belefér a szomorúság is, és belefér a bohózat. Az angol száz vígjátékokban mindig ilyen nagyon felső 10 000-beli ügyvédek, meg ilyen híres kutatók a főszereplők, vagy filmsztárok, hogy milyen jó lenne, hogyha mi egy picit lehoznánk a földre, és a főszereplőnk egy tűzoltó lenne. És hát igazából az alapötlet innen indult, aztán kapott egy társat a filmben, egy alsós tanítónénit, és igazából nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ilyen emberközeli főszereplőink lettek. Szóval idén karácsonykor. Ott van ez a betlehemi csillag, ha esetleg rá tudnál nézni. Tűzoltó vagyok, nagyon villás szerelő. Ebben a filmben a humor, a komikum, a szeretet, és minden, amit az ember a karácsonytól úgy vár, hogy ezt a csodát elhozza. Még akkor is, ha tele van az élet gondokkal, még akkor is, hogyha a hétköznapok nem mindig úgy sikerülnek, ahogy szeretnénk. Valahogy egyszer a karácsonytól szerintem mindig várunk valami finom csodát, ami majd aznap megtörténik, és ebben a filmben szerintem megtörténik. Nem lenne kedved esetleg ráírni valamikor? De? Felhívott egy tűzoltó a 11. kerületben, és azt mondta, hogy ötvös úr, láttam a filmet. Ez olyan film, hogy 26-án zokniba, pizsamába megöleld az asszonyt, megpuszilod a kanapén. És akkor viccesen ezt mondom, hogy akkor a foglalkozás elérte a célját, mert Tiszeker Dániel egy 6 éve megálmodta azt, hogy legyen egy magyar karácsonyi film, ne sült pulykával, hanem székelykáposztával. És szerintem valahogy azt érezte, hogy ennek sikerülnie kell, ha ennyire szívügye sok embernek közben, sok nehézség ellenére. Nem lehet könnyű itt ülni egész nap, és reménykedni, hogy tűz lesz. Nem reménykedem, hogy tűz lesz. Húzzatok már el innen! Nézd már odahova! Ez gyönyörű! Nincs jó kedve. Ez volt a Svenk, és hadd fejezzem be úgy ezt a mai adást, hogy a 2022-es év utolsó Svenkje. Az új évben 2023-ban is tovább folytatjuk, hiszen tudják, ott, ahol magyar filmek vannak, ott van a Svenk is, és a legfrissebb és a legjobb hírekről azonnal beszámolunk önöknek. Szóval az új évben is nézzenek minket, és köszönöm egész éves figyelmüket. Viszontlátásra!